Sziasztok! A mai videóban egy nagyon érdekes kis gondolatmenetet hoztam el nektek a Sam Raimi-féle pókember trilógiából, amiről nagyon kevés szó esik. May néni végig tudta, hogy Peter Parker a pókember. A Pókember 2-ben zajlik le egy nagyon érdekes jelenet, ami azután történik, hogy visszavonult Peter, eltűnt Pókember, megdűnt a bűnözés, és a város egyértelműen hiányolja a hőst, olyannyira, hogy Jameson is, ha csak egy kis időre is, de belátja, hogy szükség van a hálószövőre. Nem mellesleg Pókember sok gyermek példaképe is, köztük Harry-é is, aki éppen May néninek segít pakolni a költözés miatt. Peter ekkor már azért vívódik magába, hogy talán mégsem volt annyira jó ötlet felhagyni a hősködéssel. Peter is megjelenik ezen a pakoláson, ahol Harry megkérdezi, hogy hol van Pókember. Nyilván tudja May néni és a kisgyerek is, hogy ő szokta fényképezni, a May néni ennél valószínűleg többet is tud. Mikor Harry először megkérdezi, hogy hová tűnt hálószövő, akkor May néni abba adja a pakolást, és nagyon érdekesen néz oda, majd úgy szegezi neki a kérdést Peternek, mintha tudná, hogy Pókemberrel beszél. Majd amikor Peter elkezd arról beszélni, hogy miért is nincs most Pókember, akkor May ismét abba adja a pakolást, és csak hallgat. Majd oda megy Peterhöz és egy olyan motivációs beszédet mond, mintha May néni végig tudná azt, hogy ezt nem csak Peter Parkernek, hanem Pókembernek is mondja. Ennek hatására akar Peter ismét Pókemberré válni, és mintha ő is tudná azt, hogy a nénikéje tudja, hogy ő Pókember. Erre utalhat még a Pókember 3-ban lezajlott beszélgetés kettőjük közt, ami után Peter azzal a hírrel megy a nénikéjéhez, hogy Pókember megölte homokembert. Ezután is May, mintha Pókemberhez beszélne, Pókembernek mondaná azt, hogy nem sikerült megmenteni Ben bácsi, azonban a bosszú ezen nem fog segíteni, nem fogja visszahozni. És Peter, hogy hallgatja, mintha ő is tudná azt, hogy tudja a nénikéje, hogy ő Pókember. És abból, hogy tudta meg, nem fontos belemenni, mert szerintem ez így szép. De hogyha nagyon ki akarjuk kutatni, akkor talán ott jöhetett rá, amikor a bankban voltak, és Peter eltűnt, és egyből megjelent ott Pókember, aki később ugye meg is menti őt. Sokkal később Peter már elmondja May néninek, mi történt Ben bácsival, és azt is, hogy simán meg tudta volna állítani. Talán itt rakta össze a képet, de lehet, hogy már korábban valahol. Minden bizonnyal én már egy jó ideje úgy nézem vissza ezeket a filmeket, hogy tudom, hogy May néni tudja, hogy ki Pókember. A képregényekben is volt egy hasonló jelenet, ahol Peter el akarta mondani May néninek, hogy ő Pókember, amire csak azt a választ kapta, hogy tudom, fiam, egy ideje már tudom. Az Ultimate Spider-Man sorozatban is hasonló volt a helyzet, May néni már nagyon régóta tudta, hogy ki Pókember, azonban ezt mégsem mondta el Peternek. Kommentben mindenképp írjátok le, hogy ti mit gondoltok erről a témáról, és hogy mi a ti véleményetek. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. További szép napot, sziasztok!